Sziasztok és üdv újra itt a csatornámon! A mai videóban a reggeli kávétok, a délutáni kávétok, vagy akár az esti kávétok mellé szeretnék nektek ajánlani két könyvet. Nagyon béna volt ez a beköszönés, na mindegy. Hát olyan adinás. Szabaj. A mai videóban kettő könyvet szeretnék nektek bemutatni. Az első könyvben kamasz monológokról lesz szó, a második könyvben pedig felnőtt monológokról. Nem lesz spoileres ez a videó, hiszen nem is tudnék spoilert mondani, mert monológokról fogunk ma beszélgetni, illetve egy 52 éves norvég írónőnek a könyveiről. Az első a Szívem egy bezárt bódé, a másik pedig a Ma négy kézlem akarok járni. Először is lerakom ezt a kötetet, mert nagyon-nagyon nehezek a könyvek. A Szkolár kiadó gondozásában jelent meg ez a két csoda, eszméletlen gyönyörű illusztrációk vannak benne, nagyon-nagyon szépen van szerkesztve, imádtam már csak ránézni a könyvre is. Na de, ami a felszín alatt van, az szerintem még fontosabb, ugyanis nagyon értékes monológokkal gazdagodhattam, olyan történetekkel, amik kicsit jobbá tehetik akár a világunkat is. Micsoda nagy szavakat mondok itt. A Szívem egy bezárt bódé kamasz monológokat tartalmaz, onnantól kezdve, hogy egy gyerek elkezd serdülni, majd pedig találkozik az első megpróbáltatásokkal az életben, mint például a halál, a gyász, az első szerelem. Fú, pont a legjobbakkal kezdem egyébként. Tehát olyan dolgokkal találkozik, amikkel minden kamasznak egyszer meg kell ismerkednie, mondjuk azért nem minden esetben, például a gyásszal nem minden kamasz találkozik, de sajnos ott van ez is a levegőben, hiszen az élet már csak ilyen. A monológokról annyit tudnék elmondani, hogy én egyébként minden korosztálynak ajánlanám ezt a kötetet, a kamaszoktól kezdve az idősekig, hiszen olyan értékeket közvetít, és olyan nézőpontot tár elénk, amire nem mindig gondolunk, amikor egy kamasznak a viselkedését akarjuk kielemezni. Nagyon értékes gondolatokat tár elénk ez a könyv, onnantól kezdve, hogy a serdülők találkoznak az első tinikori megpróbáltatásokkal, a szerelemmel, illetve a lányok terén az első nemi megkülönböztetés. Én ezeket a novellákat vagy monológokat nagyon-nagyon szerettem, mert tényleg, amikor először még közösen öltöztök a fiúkkal az osztályteremben, mert nálunk például ilyen volt, hogy a tornadresszt még ott vettük fel előttük, addig, hogy már külön-külön választanak minket, és igazából annyira nem is tudod felfogni, hogy ez miért történik. Nagyszerűen van megírva ez a könyv, nagyszerű monológok vannak benne. Én egy kicsit úgy álltam hozzá ehhez a kötethez, hogy hát olvassuk el, lesz, ami lesz, mert én az ilyen monológos kötetekkel nem mindig tudok mit kezdeni. Valamelyik monológ nekem nem jön át, és volt olyan is, hogy olvastam egy monológos könyvet, el nem tudom már nektek mondani, mi volt a címe, de így olvastam, hogy elnézést, ez most mi, kinek szól, mert valószínűleg nem nekem. Viszont úgy éreztem, hogy ebben a kötetben mindenki egy kicsit megtalálhatja magát, a fiatalkori énjét. Nekem is voltak olyan novellák, hogy így néztem, hogy Isten, ez akár én is lehetnék, és voltak olyanok is, hogy így, ezt most nem értem, mi történik, de nyilván mások vagyunk. Valaki lehet, hogy azzal a novellával nem tudott volna azonosulni, amivel én igen. Én tényleg meg voltam elégedve, mert lányok, fiúk, mindenkinek jó lehet ez a könyv, bár én úgy érzem, hogy túlnyomó többségében azért inkább a lányokhoz szól, de nagyon sok olyan monológ volt, ami például a fiúkat emeli ki, a fiúk által megélt megpróbáltatásokról szólnak. Szóval tudom ajánlani fiúknak, lányoknak, időseknek, kamaszoknak, ez a könyv szerintem tényleg olyan, hogy mindenkinek szól, hiszen kicsit visszaröpíti az idősebb korosztályt is a kamaszkorába, és kicsit talán jobban megértik, hogy mi is zajlik mostanában a tiniknek a fejében.
Pont a videó előtt néztem meg Csabának a decemberi összegzős videóját, amiben a Ma négy kézláb akarok járni című kötetet olvasta, és beszélt róla pár szóban, és ő azt mondta, hogy neki ez kevésbé tetszett, mint a kamasz monológok, ez is tetszett neki, de a kamasz monológos neki valamiért jobb volt, és én meg pont az ellenkezője vagyok, mert nekem például a felnőtt monológok jobban tetszettek, mint a kamasz monológok, nem tudom megmondani, hogy miért, én sokkal több monológban megtaláltam önmagamat, és sokkal többel tudtam azonosulni, illetve lehet azért, mert én azért egy kicsit jobban kötődök a felnőttebb korosztályhoz, mint a fiatalabb korosztályhoz, mindig jobban megtaláltam az idősekkel a közös hangot, mint a fiatalabbakkal, vagy akár a saját korosztályommal. Szóval lehet azért értettem meg jobban ezt a könyvet, és azért tetszett jobban, ami benne volt. És talán még az is közrejátszhat, hogy a hévízi nyaralásunk alatt olvastam el ezt a könyvet, és valami varázslatos hangulat volt, amikor kiültem a teraszra, kora reggeli napfényben. Tudjátok, már ilyen késő, őszi, hűvösesebb volt már az időjárás, de így egy pokróccal, reggeli kávémmal kiültem a napfényba olvasni, eszméletlen jó hangulata volt. Szóval lehet, hogy azért is volt nekem ez jobb olvasási élmény, de én nagyon szerettem ezt a kötetet, és ezt is csak ajánlani tudom, inkább ezt már a felnőttebb korosztálynak, a saját korosztályomnak, illetve a tőlem idősebbeknek. Nem mondom azt, hogy nem tetszhet egy fiatalnak is, mert biztosan tudna pár novellával azonosulni, vagy esetleg azonosítani a körülötte élőket, de szerintem ez annyit nem adhat egy tininek, mint például egy felnőttnek, szóval ennyit erről a könyvről, és már nagyon várom, hogy elolvassam az időskori monológokat, mert ahogy említettem, én mindig jól kijöttem az idősebb korosztállyal, nagyon szerettem a nénikkel, bácsikkal beszélgetni, volt ez a közösségi munka még a gimiben nekünk, és el kellett mennünk egy bentlakásos otthonba már, és ott volt egy néni, akihez többször vissza is mentünk, és vele annyira jókat beszélgettünk, mindig szerettük hallgatni, hogy milyen volt az ő fiatal korában, szóval hát ezt várom egyébként ettől a könyvtől is, kicsit a visszaemlékezést a fiatal korra, illetve hogy milyen megpróbáltatásokkal kell nekik szembenézni. Hát nagyon várom, hogy elolvashassam, ezt pedig köszönöm a Scholaer kiadónak, ugyanis ezt a kötetet tőlük kaphattam meg. Nagyon-nagyon szerettem, és tényleg mindenkinek csak ajánlani tudom ezeket a monológokat, mert nagyon sokat adnak hozzá az emberhez. Hát ennyi is lett volna már ez a videó, köszönöm, hogy megnéztétek. Írjátok meg kommentben, hogy ti olvastátok-e már ezeket a monológos könyveket, illetve hogyha igen, akkor melyik volt a kedvencetek. Nekem egyébként eddig a Ma négy kézláb akarok járni, azaz a felnőtt monológok, de még a harmadik részt nem olvastam, szóval arra 2022 helyett 23-ban biztosan sort fogok keríteni, és ennyi is lettem volna mára. Sziasztok!